A mérkőzés egészében a bonyhádiakat két ponttal megelőző vendég tolnaiak akarata érvényesült. A kékek a pálya középső harmadában agresszíven letámadták a labdát járató, egyébként az többet birtokló pirosmezes játékosokat, a megszerzett labdákból pedig villámgyors, két-három előrepaszból álló kontrákat vezettek, amelyeknek jelentős részéből góllal kecsegtető veszélyes helyzet alakult ki. Ebből kétszer is bevették a bonyhádiak kapuját az élen álló vendégek az első félidőben, így 2-0 volt a Tolna javára ekkor. Annak ellenére, hogy a második félidőben sem változott a játékképe alapvetően, viszonylag korán gólt tudott lőni a Bonyhád VLC. Egy sokadik baloldali támadásnál a bal összekötő helyén érkező Genzler Kornélhoz került a labda, aki egy pattanás után lőtt, a labda egy védőn megpattanva, Bildheber kapust is megtréfálva, a kapu bal sarkában kötött ki 2-1. Hajlá, Bonyhád! Az optimizmus a szurkolói, már ami az egyenlítést a fordítást illeti, Kincstárinak bizonyult. A sokszor gólveszélyes újabb tolnai akciók egyike megpecsételte végleg a Bonyhád sorsát ezen a meccsen. Pál Achilles egy labdaszerzés után lefutott két védőt is, majd az őt kísérő, neki lehelyezkedő, már eleve nagy gólhelyzetben levő Szili Istvánhoz játszott, akinek szinte gyerekjáték volt a kapuba juttatni a labdát. Parád és csatár teljesítmény volt az övé ezen a meccsen, mindhárom tolnai gólt ugyanis ő szerezte. A vesztes bonyhádiak nem kis bánatára. Azt szokták mondani, az okosabbak, mint én, az okos edzők, nyilván van belőle sok az országban, hogy mindig annyit tudsz játszani, amit az ellenfél enged. Hát úgy látszik, hogy az ellenfelek most az utóbbi egy hétben belőlünk jól felkészültek, tudják, hogy mik azok a pontok, amik nekünk kardinálisak az előrefele játékunkban, úgyhogy nem tudom, vannak ilyen szituációk, most az utóbbi két mérkőzésen a támadó játékunk akadozott, biztos ez dicséri az ellenfeleket is, hiszen más egy alacsonyabb rangsorolt ellenfél ellen játszani, mint a közvetlen riválisainkkal szemben. Ez a Tolna, ez egy jó csapat, jól küzdöttek, tették a dolgukat, én azt gondolom, hogy még megérdemelten is nyertek, ezúton gratulálunk nekik. Én azt gondolom, hogy nem ez ettől a meccstől dől el a bajnokság. Most kétszer kikaptunk, fájó, hogy két riválistól szenvedtünk vereséget, de hát a foci az ilyen, tehát mindig nem tudunk nyerni. Ezek a szép feladatok, innen kell fölállni, mindig kell valami pozitívumot keresni az ilyen vereségekben, és mondjuk a maiban sokat nem tudunk keresni egyébként, mert ebből nem lehet, de van még vissza az őszi szezonból, illetve az őszi körből három forduló, nyilván azt meg szeretnénk nyerni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az ismét listavezetővé előlépett Tolna, az őt szorosan követő Tamási és a Bonyhád egymás elleni meccsei egészen jövő május végig kiemelt jelentőséggel bírnak a bajnoki címért folytatott harcban a megyei első osztályban. Erre mondják, nem három, hanem 6 pontos meccsek lesznek ezek.